szeretnék én is gratulálni minden versenyzőnek, aki részt vett a versenyen és teljesítette a távot. Akkor kezdem az eredmény hirdetést az 5. 6. osztályos lányokkal. 3. helyezett lett Albert Franciska a Tinódugon. 2. helyezett lett Vásári Eszter, szintén a Tinódiból. És első helyezett lett Nyikos Veronika, Batthyány Fülöp. Gratulálunk nekik! Szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a 25. Enyingi Törökbálint napokon, a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola és az Enyingi Református Egyházközség nevében. Az Enyingi Törökbálint napok nyitó napján, a pénteki napon egy előadást tekinthetnek meg az Enyingi orgonáról, illetve az orgonákról általában. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a előadó vendégünket, Dékány András urat. Thank you.
előadással egy kis invenciót szeretnének, hogy az otthonában valami fogalmunk legyen, és esetleg utána is tudjatok tudni, hogy milyen is az otthonam. Nagyon keveset tudok csak volna mondani, mert erről napokig lehet előadást tartani, mert az otthonam, amit látjátok, hatalmas nagy hangszer. Vannak persze nagyon picik is, majd látni fogjuk az előadás közben, de vannak hatalmas, nagyon is kisebb kitán, gyönyörű, díszes szentélynek, tehát a látványa is egy gyönyörűség, nem csak a hangja. A levegő ezeken a csatornákon keresztül jut a különböző művekhez és sípokhoz. Most éppen az látható, ahogy azt a mechanikát szerelik a széllábára, amely majd a billentyű lenyomásával megnyitja a szerepeket, utat enged be a levegőnek a sípokhoz. Ugyanúgy kell tudni játszani egy orgonán, mint egy zongorán. Tehát itt sem rögtön elütik meg a játékos a billentyűt, hanem úgy könnyedén kell tudni játszani. Hát ez a nehézsége, ezt megoldani. Ha tovább követjük a levegő útját a szerepektől, egy pontosan kifaragott csatornán keresztül jutunk el a sípsorokhoz. Az ide érkező levegő rezgésbe hozza a síp által bezárt légoszlopot. Ennek eredményeként a síp megszokott. Méretétől függően a hangja lehet ilyen, vagy akár ilyen is. De térjünk vissza most Esztergomba. Ezt a hangszert másfél évszázaddal ezelőtt Ludwig Mozart salzburgi orgonai építőmester építette. Az orgonát darabokban Bajonban orgonába szállították, és itt a főszékes egyház karszatát szerelték össze. 1856-ban szentelték fel. Nézzük, hogyan is szól hazánk egyik legnagyobb orgonájának három különleges sípja. Ez egy közel 150 éves darab. Ez pedig egy úgynevezett rezgőnyelves síp. Ezen a sípon pedig ugyan nincs rajta a töltsér, ám a rezgőnyel jól látszik. A sípot szájjal megszólaltatni nehézkes lenne, ugyanis másodpercenként több mint 10 liter sűrített levegő kell hozzá, ami többszörös el az ember tudó kapacitásának. Viszont az otthon a segítségével meg tudjuk mutatni, hogy milyen is a hangja. Ennek az otthonának jelenleg 5 sorban 61-61 billentyűje, 32 pedálja és 142 regiszter hangja van. A regiszterekkel kapcsolják el a különböző sípcsoportokat. A pedálok pedig a billentyűhöz hasonlóan egy-egy sípsort szólaltatnak meg. A pedálokra azért van szükség, mert az orgonaművek kottái a zongoráinktól eltérően nem két, hanem három sorsak. Ezek eljátszásához pedig nem elég a két kéz, hanem a lábra is szükség van. Az esztergomi orgonán egy Liszt Ferenc is játszott. Az Info 24 TV most megmutatja, hogyan is szólt ez a hatalmas hangszer másfél évszázaddal ezelőtt. Egyenletes levegőben juttak